Hát sziasztok, üdvözöllek titeket! A mai videómban ismét egy homlap lesz porondom, egy homlap replikát fogok építeni. Miben lesz más ez a replika? Annyiban, hogy ezt nem én készítettem, nem én terveztem, viszont megbízásból én fogom összeállítani ezt a gépet. És nézzük is meg, hogy milyen lesz ez a számítógép. Kezdjük talán rögtön azzal, hogy mi is lett a videónak a címe. Mint látjátok, a videó címében benne van ugye a homlap elnevezés, és van utána egy ötös szám, amit idézőjelbe tettem. De miért tettem én ezt a homlap ötöt idézőjelbe? Nos, ennek az a magyarázata és az az oka, hogy ez az építendő számítógépnek a készítői ezt a nevet adták, hogy homlap 5. Ez az elnevezés véleményem szerint megtévesztő lehet, és nem vagyok róla meggyőződve, hogy a készüléknek a tulajdonosát is, akinek építem, és szerintem némileg megtévesztette ez az elnevezés, hiszen arra gondolhatunk, hogy ugye a homlap 2, 3, 4 után ez valamilyen teljesen új számítógépet fogunk kapni, hogyha ezt megépítjük. Nos, ez sajnos nem így van. Ez a számítógép tulajdonképpen nem más, mint egy homlap 3, kötőjel 4 replika, és ugye ennek egy átdolgozott változata, és a készítők úgy gondolták, hogy a homlap 5-ös elnevezést adják ennek az alaplapnak, ennek a gépnek. Nem volna ezzel semmi probléma, hiszen nyilvánvalóan adhatnánk ilyen nevet. Én is adhattam volna annak idején, amikor készítettem a homlap RM32-t, akár én is adhattam volna homlap 5, homlap 6, vagy bármilyen elnevezést is a gépnek, de nem véletlenül nem tettem. Mi a gond ezzel? Ugye az a gond, hogy a homlap 5-ös számítógép az tulajdonképpen valamilyen formában létezett, habár tudomásom szerint gyártásban az a változat már sosem került, illetve ezt némileg rejtély is övezi, hogy ez a homlap 5 az tulajdonképpen milyen gép is volt. Többféle forrás lehet ezzel kapcsolatban találni. Például ezt a Facebook csoportot, ahol ezt a gépet építik, és ezt meg is lehet találni, ezt a csoportot homlap 5-ös csoportként. Viszont én azt gondolom, hogy ez azért megtévesztő ez az elnevezés még a csoportnál is, mert igazából ennek a gépnek semmi köze nincsen a homlap 5-ös szériához. A homlap 5-ös szériával kapcsolatban van egy úriember, aki nagyon sok számítógépes programot átírt TRS-80-ról, ez Solt Imre nevezetű úriember. Meg is lehet találni rengeteg programnál a nevét, remélem nem haragszik meg, hogy itt elhangzik a neve a videóban. Köszönjük neki egyébként ezt a rengeteg programot és ezt a rengeteg munkát, amit belölt ebbe, hiszen számos programot az ő jóvoltából tudunk élvezni a homlap 3, homlap 4-es számítógépeken. Például az oly népszerű Galaxy Invasion-t is ő írt át TRS-80-ról. Őneki megjelent egy dokumentációja, ami homlap 5 dokumentáció néven szerepel, és abban van egy jó pár leírás, hogy milyen módosítások vannak az ő általa átdolgozott vagy tervezésben lévő homlap 5-ös számítógépről. Nem vagyok róla meggyőződve, hogy ez az ő által elnevezett homlap 5 is a valójában a homlap 5-ös széria lett volna, mert igazából még ennél a gépnél is én csak azt éreztem, hogy ez egy gyakorlatilag egy homlap 3 módosított változat, ugyanúgy, mint az én homlap RM32-m, abban is tulajdonképpen az alapja egy homlap 3, homlap 4, és azok vannak kiegészítve például ugye a PSG hangszintetizátorral. De térjünk vissza akkor erre a homlap 5-re. Mi is lehetett ez az eredeti homlap 5? És mondom ezt, ez most egy viszonylag fikció részemről. Pontosan én sem tudom, és nem is nagyon találtam hozzá információt. Egy biztos, a homlap 3, homlap 4-nél már megjelent a floppy lemez támogatás, tehát ugye floppy meghajtó támogatás, illetve ugye ezeket a gépeket kezdték átdolgozni CPP-RM-es operációs rendszerre is.
Nos, ugye a homlap mellett van egy párhuzamos géptípus, ami tulajdonképpen ugyanúgy a homlap szériához tartozik, ez nem más, mint ugye a Braille Lab, ugye a vakoknak készített homlap számítógép, ami tulajdonképpen teljes homlap számítógépről, ugyanolyan homlap 3, homlap 4-ről beszélünk, csupán benne helyet kapott egy hangszintetizátor. Nos, azt tudni kell, hogy a legutolsó ilyen homlap gép, ami gyártásban megjelent, az, amit itt a csatornámon is láttatok már, az ugye a Braille Lab 3-as számítógép. Az én meglátásom szerint igazából a homlap 5, mint számítógép, az inkább ez a géptípus lenne, tehát ugye a Braille Lab 3 lenne hangszintetizátor nélkül. Mit is lehet tudni arról a gépről? Egyébként nézzétek meg a videót, abban nagyon sok minden kiderül. Ugye belsőleg beépített floppy meghajtó elektronika, tehát ugye floppy interfész, 256 KB RAM, 80 karakter széles képernyő, CPU operációs rendszer, dupla PO van az alaplapon, soros port kommunikáció, tehát számos olyan feature van azon az alaplapon, ami után én azt gondolom, hogy ha a Homlab 5-ről beszélünk, akkor igazából az a gép lenne, az én meglátásom szerint igazából a Homlab 5. Ennyit erről a történeti dologról, és ennyit az elnevezésről. Most már gondolom értitek, hogy miért tettem idézőjelbe ezt az ötöst. Azért, mert ugye az eredeti nevet nem szerettem volna elvenni magától a készítőitől, ha már ők ezt a nevet adták, de ugye némileg megtévesztő lehet ez az ötös szám, és ezért úgy gondoltam, hogy ezt valahol jelezni fogom nektek. És akkor most térjünk rá erre a számítógépre, hogy tulajdonképpen mi is ez a számítógép, és hogyan is néz ki, és hogyan is fog felépülni ez a replika. Mielőtt belefognék ennek a gépnek az ismertetésébe, itt jó előre leszeretném szögezni, hogy ami elhangzik tőlem, bármilyen kritika, ezt mind építő jelleggel fogom tenni, és nem szeretném megbántani a Homlab 5-ös csoportnak a tagjait, a készítőit ennek a gépnek, tehát bármi olyat mondok esetleg, ami őket sérti vagy bántja, vagy úgy gondolják, hogy ez nem teljesen korrekt, jó előre elnézést kérek. Én csupán itt azokat a dolgokat szeretném nektek elmondani, amit a gép építése közben tapasztaltam, amit bennem kritikaként megfogalmazódott, mi lett volna, amit esetleg én másképp csináltam volna, vagy esetleg van egy-két olyan dolog, amit nem teljesen értettem, hogy miért így készítették, és számomra kérdőjelt jelenített ez a dolog meg. Ennyit a felvezetésről, és mint mondtam, most megnézzük, hogy hogyan is épül fel ez a gép, és tulajdonképpen miket is lehet róla tudni. Mint látjátok, itt van előttem az összeépített alaplap, ugye ebből én egy nyomtatott áramköri lapot kaptam meg, illetve kaptam ezt a két feliratozott ROM integrált áramkört, az összes többit meg kaptam ezt a VGA videó kivezetést, és tulajdonképpen semmi mást, az összes többit ugye én építettem bele, én raktam össze, ez az alaplap már élesztve van, ez már működőképes alaplap. És akkor nézzük át ezt az alaplapot, mit tudok róla elmondani. Ugye alapvetően látszik, hogy egy egész pofás kis méretű alaplap, ugye például az én RM 32-es képest, vagy az eredeti Homlab 3-hoz képest, ez egy jelentősen kisebb alaplap. Egy viszonylag jó integrált áramkör elrendezést láthatunk, egész optimálisan van felépítve alapvetően az alaplap. Ezekkel a részekkel nincs is igazából semmi gond, tulajdonképpen azok az integrált áramkörök kaptak rajta a helyet, amikre szükség is volt. Nagyon pozitív dolog, hogy lehagyták róla a promot, ugye ez egy picit rákfenéje a homlaboknak, hogy ugye programozni kell hozzájuk egy promot, ezt megoldották más integrált áramkörökkel, így nincs szükség hozzá promra, ezáltal az építés is könnyebbé válhat magának ennek a gépnek. Másik szimpatikus megoldás volt számomra ez a hátsó DIP kapcsoló, amivel a különböző karakter romokat lehet váltani, tehát különböző karakter készleteket lehet váltani, és ugye mivel 4 darab kapcsoló van rajta, ezért alapvetően akár 8 darab romot is lehet belerakni a karakter romba, ha megfelelő romot teszünk bele, illetve megfelelő méretűt. És akkor nézzük a dolgokat, ugye ezeket nagyjából úgy elmondtam összességében, és hát sajnos azt kell mondjam, hogy ez volt az összes pozitívum, amit el tudtam mondani. És akkor most jöjjenek a negatívumok, amiket én találtam az alaplapon, illetve azok a dolgok, amik bennem kérdőjeleket fogalmaztak meg. Kezdjük rögtön a legelején a tápellátás problémájával. Ugye az alaplap alapvetően 5 voltot igényel, stabil 5 voltot igényel. Ez rendben is van, egyetlen egy helyen kell betáplálni az alaplapot. Ettől függetlenül találunk az alaplapon 1, 2 és 3 betáplálási lehetőséget.
Igazából nem értettem, hogy miért kellett három betáplálási lehetőség az alaplapra, de gondolom arra gondolt a tervezője, hogy attól függően milyen házba rakjuk, ugye úgy vezetjük ki a tápellátást, más ötletem nincs ezzel kapcsolatban, viszont azt végképp nem értem, hogy miért ilyen csatlakozót tettek rá, miért ilyen raszterosztásról zsút, ami 3 mm és igen földön nem lehet ilyen csatlakozót beszerezni, tehát és gyakorlatilag mind a három ugyanaz. Tehát ha már különböző csatlakozókat tettek rá, vagy illetve több tápcsatlakozót, nem értem, hogy miért nem kellett különböző típusút fölrakni, és akkor választhatott volna az ember, hogy melyiket szereli be. Aztán elbírtam volna képzelni, hogy itt ugye a hátsó csatlakozó sornál, mondjuk ez a hátsó csatlakozó egy rendes 5 és feles DC ajzat, amit ide berakok, és bele is fért volna, és akkor nem kellene vezetékelni, hanem egy az egybe lehetne beledugni egy 5 voltos stabil tápot. Nem értem, tehát igazából ezt én nem értettem ezt a dolgot, hogy ezt miért így alakították ki. Tápellátással kapcsolatban még egy olyan problémám van, hogy az nagyon jó, hogy 5 volttal tápláljuk az alaplapot, de az ég adta világon semmilyen védelmet nem építettünk az alaplapra. Tehát nincs az alaplapon tápfeszültségvédelem, olyan szempontból, hogy megfutott táp ellen, fordított polaritással bekötött táp ellen, és ugye hát a tápegységet csatlakoztatunk a gépbe, ugye ez előfordulhat. És igazából mondjuk amit elmondtam, ez mondjuk egy biztosíték, meg 2 darab diódával már megoldható lett volna, hogy védjük ugye egy 5,6 voltos Zener diódával, meg egy záró irányba berakott 1 amperes diódával, meg mondjuk egy 1 amperes biztosítékkal teljesen jó meg lehetett volna oldani, akár ilyen miniatűr biztosítékkal, vagy bármilyen mással. Tehát ez szerintem egy picit hiányosság, mert így védtelen az alaplapa tápfeszültséggel szemben. Nézzük tovább, amit még találtam én igazából itt problémának, ugye a mechanikai kivitel. A mechanikai kivitelben ugye ráraktak 4 darab furatot, a panelnak a 4 sarkára, ezzel nincs is semmi probléma, ez teljesen rendben van, viszont ez építés szempontjából egy picit problémás, hogy a hátsó furatokat nagyon fölraktuk ide az elejére. Ez szerencsésebb lett volna ezeket egy legalább egy pár milliméterrel vagy egy 10 milliméterrel lejjebb tenni és átrendezni egy picit az alkatrészeket, mivel a beszereléskor ugye itt hátul a csatlakozóknál rögtön itt van a készüléknek a hátfala, és nagyon-nagyon problémás ide csavart behelyezni, meg magán a burkolaton is kialakítani, tehát túlságosan közel van. Ez egy picit kényelmetlen és egy picit nehéz kialakítást igényel. Ez majd meglátjátok a házat is, amit terveztem, annál is probléma már okoz ez a dolog. Ugyanilyen a mechanikai kivitelből ugyanilyen problémának tartom, vagy legalább egy picit kényelmetlennek, hogy szerintem egy picit sűrűn vannak a csatlakozók. Tehát ezt lehetett volna egy picit jobban szétszedni, mert lesz egy nagy gépházunk, és tulajdonképpen itt ugye az a probléma, hogy túlságosan közelesnek a csatlakozók egymáshoz. Főleg itt ez a jack, meg mondjuk ez az RCA, és akkor gondoljatok bele, te mellett itt van ez a dip kapcsoló is. Ezt talán lehetett volna egy picit jobban, ritkábban rakni. De mondjuk ez csak az én meglátásom, tehát ugye ez nem feltétlenül biztos, hogy én jól látom, de szerintem ez szerencsésebb lett volna ez a dolog. Aztán, amit építés közben találtam hiányosságot, ugye a Homlap 3 az 32x64 karakter széles képernyő fölbontásra képes. Nos, erről az alaplapról lehagyták ezt az átkapcsolási lehetőséget, tehát ez az alaplap csak 64 karakteres üzemmódban működik. Az viszont megjegyzendő, hogy nyilván a legtöbb program 64 karakteres üzemmódban működik, tehát igazából a felhasználás közben azt gondolom, hogy lehet, hogy nem is teljesen indokolt, hogy tudja a 32 karakteres felbontást, tehát lehet, hogy ez a használatban egyébként nem okoz problémát, de megmondom őszintén, hogy ez 2 darab ellenállás, meg 2 darab jumper lett volna, és akkor egy 2 áramkörös kapcsolóval megoldható lett volna az átváltás, de mondjuk ez igazából annyira nem is nagy probléma. Nagyobb probléma viszont az, és azt végképp nem értem, hogy miért hagyták le az NMI gombot magáról a számítógépről. Az NMI gombra szükség van a Homlab esetén. Ha valaki használt már Homlabot, akkor tudhatja, hogy bizony az a meleg reset gomb az elég gyakran használni kell, mert ha egy betöltés nem akar sikerülni, vagy bármi miatt a gépet szeretnénk újraindítani, vagy befagy egy program, egy végtelen ciklust írunk, nem tudjuk a gépet csak kikapcsolni, és ugrik minden, és minden elmegy a memóriából. Tehát nem értem ezt, miért hagyták le róla. De még ezzel sem volna gond, hogy lehagyták, az viszont a legnagyobb probléma,
hogy az enemi lábát a processzornak direktbe felkötötték a VCC-hez. Na, ilyet nem szabad csinálni. Ez egy nagyon nagy probléma, és ez egy elvi probléma alapvetően. Hiányzik a felhúzó ellenállás az enemi láb, illetve a VCC közül. Ez miért probléma? Azért, mert bármikor te szeretnéd az enemi lábat alacsony szintre húzni, egy külső enemit kiváltani, az egy kapásból egy zárlatot okoz, illetve semmiféle áramkorlát nincs a processzornak azon a lábán. Ilyet nem csinálunk. Tehát számítógép processzornak semmelyik lábát nem húzzuk fel direktbe az 5 voltra, kivéve a távfeszültség lábát. Tehát ezt úgy megjegyzeném, tehát ilyet nem szabad csinálni egyetlen egy replikánál sem, ez messze-messze kerülendő. Jó? Tehát ez egy nagy hiba. Úgyhogy ezt egyébként én ki is fogom kötni majd itt a processzornál, mert ezt ki kell rajta alakítani, mert egyébként ez probléma lehet használt közben. Másik egy picit olyan dolog, amit ugyan értek, de végül is mégis megemlítem kritikaként, ugye a karakterrom. Alapvetően a rendszer romnak be lett rakva egy 32 kB-os statikus RAM, teljesen rendben van, ez teljesen korrekt, viszont azt nem értettem, hogy miért kellett a karakter romnak is berakni egy ugyanekkora nagy 32K-s RAM-ot. Értem, hogy a beszerzése esetleg talán egyszerűbb lehet, hogy 2 darab ilyet beszerzek és rendben van, viszont az az igazság, hogy 6116-os 2K-s statikus RAM-ot fillérekért lehet venni szinte bárhol, és az igazság, hogy ennek van rengeteg alternatívája, és tökéletesen elegendő bele, tehát igazából indokolatlan az a nagy RAM. De hát, hogyha beletervezték a tervezők, ezzel se lett volna semmi gond, de mondjuk egy jumpert itt a 17-es lábnál betehettek volna, hogy mondjuk adott esetben mind a két IC-t tudja fogadni az alaplap, tehát ide lehessen tenni 6116-ot is, meg 62256-ot is. Mint látjátok, én ide egyébként nem tettem bele a 32K-s RAM-ot, 6116 van benne, teljesen jól működik. Megemlítendő, az alaplapon van egy hiba, amit ezen a részen található, ez a videó szinkron áramkörnek a hibája. Itt szerintem egy korábbi kapcsolási rajzoló készítették a tervezői ennek az alaplapnak a terveit, mert ezt a későbbiekben a tervezők egyébként korrigálták. Az én RM32-nek a kapcsolási rajzában is korrigálva van ez az áramkör, aminek következtében fut a kép, és ezt egyébként magán a fórumon is, ott a csoportban is leírják, hogy mit kell átkötni az újabb megoldáshoz, hogy ne fusson maga a kép, hogy megálljon a képfutása magának ennek a honlapnak. Körülbelül ennyi, most azt hiszem, hogy más ilyen nagyon negatív dolog nem jut erről eszembe, tehát más dolgot nem szeretnék mondani, és ezt is elmondom, hogy még véletlenül se vegye magára a tervezője, vagy bárki, aki ezt tervezte, ezeket, én ezeket mind pozitív szemlélettel mondom, és teljesen úgy gondolom, hogy egy olyan kritikaként szeretném megfogalmazni, ami építő jellegű, hogy ezeket a hibákat, ha valamikor ez áttervezésre kerül, ezt korrigálják. Ezt az enemi vonalat mindenféleképpen, mert ez így nem szabad, hogy legyen benne. Ezt a távfeszültséglábat én ez biztos, hogy módosítanám. Ugye a szinkron hibát is át lehet benne tenni, meg illetve ezt a memória IC-nek az átkötését. Szerintem ez lenne az, amit ezen módosítani kellene. Az, hogy a csatlakozók hogy vannak, meg itt esetleg ez a rögzítő fulat, ez már tényleg opcionális, de ami az előbb elmondtam, azokat nem ártana ezen az alaplapon módosítani, és akkor egy igazán jó pofa kis alaplap lenne. Így sem rossz, tehát így is fog működni magában a gépbe, de ezeket azt gondoltam azért, hogy elmondom. Ezeket tapasztaltam építés közben egyébként az alaplapról. Más probléma egyébként nincs, tényleg minden stimmelt, minden szépen össze lehet rakni, és viszonylag könnyen is fel lehetett éleszteni az alaplapot. A számítógép másik fő része, ugye ez a billentyűzet, mint látjátok itt van egy, szintén homlab 5-ös keyboardnak nevezték el. Ez akár még korrekt is lehet, ez az elnevezés, mivel ezt a billentyűzetet akár lehetne használni tényleg a tényleg eredeti homlab 5-ben is. Habár nem vagyok benne biztos, hogy a Braillab 3-nak nem ilyen teljesen az elrendezése a billentyűzetnek, illetve a kiosztásában sem vagyok teljesen biztos, hogy ugyanezt a kiosztást használja, de ezt nézzük el, tehát ez még akár korrekt is lehet. Maga a nyák egyébként nagyon jól meg van csinálva, tényleg szép tervezés, pontosan meg van tervezve. A készítője egyébként írta is talán ott a csoportból 2 mm vastag nyákra csináltatta, tehát egy tényleg egy masszív, stabil nyomtatott áramköri lap. Mint látjátok, vagy ha nem látjátok, akkor mondom, hogy ugye ez a rafi nyomógombokhoz van tervezve, ugye ez a halelemes rafi nyomógombokhoz. Hát sajnos ugye ilyeneket most már szinte csak bontásból lehet beszerezni, de hát ugye ilyeszeket használták eredetileg magában a homlabokban, homlab 4-ben. Ezeket, tehát ezzel teljesen rendben van.
Igazából erről nem is szeretnék kritikát nagyon megfogalmazni. Egyetlen egy észrevételem lenne talán az alaplappal kapcsolatban, ami nálam is előszokott néha fordulni, de azért próbálok arra ügyelni. Itt a hátlapon tudnám nektek ezt elmondani. Mégpedig az, hogy lemaradtak a különböző áramköröknek a típusjelzései, és hát ugye nagyon jó, hogy ugye a pozíciójelzés ott van, de nem tudjuk, hogy milyen típusú integrált áramkör kell bele, nem tudjuk, milyen ellenállás hidak kellenek bele, tehát ugye nem tudjuk, milyen kondenzátor kell bele, csak annyit tudunk, a C8, meg D1, C3. Jó, hát nagyjából ki lehet következtetni, de mondjuk ez szerencsésebb lett volna esetleg odaírni, hogy mondjuk 8x6,8K. Vagy ideírni, hogy HCT 573. Tehát ugye ez talán ennyi, amit tudok megfogalmazni róla, úgymond építő jelleggel, de mondom, ettől függetlenül maga az anyák úgy néz ki, hogy nagyon-nagyon rendben van, úgyhogy ebből majd fogunk építeni egy billentyűt. Na és ezek után, az észrevételek után, mint mondtam, remélem, nem bántottam meg senkit egyébként abba a homlabütös csoportba, elismerem a munkájukat, tényleg szépen dolgoztak, meg jó meg van csinálva. Ezeket, amiket elmondok, ezeket úgy menet közben én tapasztaltam, és ezeket ajánlom figyelmébe egyébként a tervezőinek, hogyha gondolják, tervezzék át, és akkor egy még jobb alaplap lesz belőle. Nos, jön a következő rész, ami nincs ehhez a géphez, az nem más, mint a burkolat. Ugye a gépnek a tulajdonosával, aki a megbízást adta, hogy ugye elkészítsem ezt a számítógépet, először azt beszéltük, hogy egy homlab 4-es burkolatba kellene ezt belerakni, ezt a gépet. Most ugye az a baj, hogy ugye amikor elkezdtem építeni, ugye azt tudni kell, a homlab 4-es burkolat az gyakorlatilag megegyezik a Braylab 3-nak a burkolatával. Egy elég masszív, nagyméretű, robosztos burkolatról van szó. Ugye ennek köszönhetően, ugye több darabból is áll az a burkolat, ennek köszönhetően úgymond az előállítási költsége, a 3D nyomtatásnak a költsége, az időtartama egy jelentős költséget és időt vesz igénybe. És én azt gondoltam, hogyha egy ilyen picik alaplapot sikerült összehozni hozzá, gyakorlatilag ez úgy elveszne abba a dobozba, egy hatalmas üres kongó doboz lenne, nem lenne benne semmi szinte. És én azt gondoltam, és beszéltem is a tulajdonos, hogy kell-e feltétlenül, hiszen ez a gép egy picit másabb, mint az a Homlab 4, és hát akkor ne legyen már megint egy sorba, hogy most egy Homlab 4 replika, mert ugye az gyakorlatilag csak azt fogja mondani, hogy van egy Homlab 4-ünk, meg mellé egy utánépített valamilyen Homlab 4. Én azt gondoltam, hogy csináljunk hozzá egy másik burkolatot, egy más dizájnnal készüljön, és el is készült egy burkolat. Ugye, amit itt lehet látni, és ugye itt van ez a picike kis burkolat, és ebbe fog belekerülni. Mikor terveztem, igazából akkor még nem gondoltam ezt a dolgot, de utólag, hát nem tudom, hogy kinek mi fog a eszébe jutni erről a gépházról. Hát én nekem, megmondom őszintén, így ránézés, amikor elkezdtem nézni, akkor jöttem rá, hogy hát én csináltam egy kisebb méretű Commodore 64-et. Mert legalábbis a design az nagyon-nagyon olyasmi lett. Igaz, nem görbe, ugye ez teljesen egy ilyen Bradbin ház jellegű kis gép lesz, de egyébként nagyon pofás és tényleg nagyon-nagyon jónak tűnik, úgyhogy szerintem jó fog kinézni a gép, különösen ezzel a billentyűzettel. Ugye eredetileg kérdeztem a tulajdonost, eredetileg az volt a megállapodásunk, hogy vanília színű lesz a felső burkolat és ugye barna lesz az alja. Aztán én ezt anélkül, hogy megkérdeztem volna, módosítottam rajta és PC szürkéből készítettem, és elmondom azért, mert megnéztem a vaníliával ezeket a szürke billentyűket, és nagyon-nagyon hülyén nézett ki. Tehát nem jó mutatott, tehát egyszerűen nem illettek össze a színek, és azt gondoltam, hogy ez így nem fog jó kinézni, úgyhogy inkább azt mondtam, hogy legyen PC szürke, mert így szerintem jobban mutat. Alapvetően a ház egyébként kettő darab részből áll egy ilyen alsó tálcából, erre megy a maga az alaplap, illetve áll egy ilyen felső részből, keretből, amivel a billentyűzetet fogjuk becsavarozni, és körülbelül ennyi lesz. Hátulján ki vannak már a csatlakozó helyek furva. Fog kapni egy kapcsolót, fog kapni egy DC hajzatot, illetve fog kapni egy NMI gombot, tehát mindenféleképpen, és tulajdonképpen ennyi lesz. Hát ugye össze még nem építettem, mint látjátok, és körülbelül ennyi. Amit tudok mondani egy előzetesen, ugye tettem rá már 4 darab gumitappancsot, hogy szépen üljön, amit problémának tapasztaltam, a nyomtatott áramköri lapnál, hogy teljesen kint a szélén is vannak forrasztások, és ugye emiatt feltámaszt itt a számítógép háznak az hátulja, tehát itt sajnos muszáj lesz némi kis csiszolást, reszelést
módosítást végezni ezen a tálcán. Ezért mondtam azt, hogy talán lehetett volna itt egy picit ezen módosítani, de mondom, ez lehet, hogy csak az én problémám, úgyhogy, de meg fogom oldani, tehát ugye mindenféleképpen ezt összerakjuk. Körülbelül ennyi, ugye itt még látható egy csomó rafi billentyűzet, ez ki van bontva egy régi billentyűzetből, és tulajdonképpen ezzel fog összeállítódni maga a számítógép. Most nagy valószínűséggel a billentyűzetet fogom összerakni, erről nem tudom, hogy videót mennyit fogok készíteni, szerintem nem túl sok mindent, hiszen semmi más nem fog történni ezen a billentyűzeten, mint hátul beforrasztom az SMD alkatrészeket, belerakom a nyomógombokat, és tulajdonképpen beforrasztom. Remélhetőleg ennek a billentyűzetnek éledni kell szinte azonnal, úgyhogy szerintem ezt én összerakom, erről most nem fogok ilyen videókat készíteni, hanem összerakom, és akkor megnézzük, hogy néz ki a billentyűzet, és hogyha nyilvánvalóan, hogyha ez megvan, akkor semmi más nem fog jönni, mint az összeépítés, azt a teljes összeépítés majd azt azért videózom nektek, hogy lássátok, hogy hogyan fog összeállni maga ez a számítógép. És elkészültem ugye a billentyűzettel, ugye így néz ki. Némileg vannak ilyen színkülönbségek, hát ugye egy az, hogy magán a bontott billentyűzött kupakubó valami színes. Megpróbáltam mindent olyan billentyűt belerakni olyan felirattal, amilyen volt. Ugye az ékezetes karakterek nem voltak, most ugye nekem ide volt, hogy megfigyelitek az ékezetes karaktereket, volt üres kupakom, amire tudtam feliratot csinálni. Egy nagyon picit az egy ilyen picit ilyen krémszínű, nem olyan szürke. Némileg eltér egy picit, nem tudtam vele mit tenni, de tulajdonképpen minden billentyű ugyanaz, itt fent ez a kék lefelé mutató lett annyi, hogy ez az alt, illetve az F1, F2-nek két kontroll feliratú billentyű van, de egyébként teljesen rendben van. Tehát ugye ezt már kipróbáltam, működőképes, ugye nyilván ebbe a házba kell most ezt nekem becsavarozni, ugye az alaplapot már felraktam ide a számítógép aljára. Hát itt kellett egy hátul egy picit itt alakítgatni, meg csiszolgatni, meg reszelgetni, meg alakítgatni itt az alsó lemezen, mert ugye, mint mondtam, hogy a furatok nagyon kint vannak a szélén, meg ugye az összes alkatrész, meg forrasztási pont így alul, ez egy picit ilyen problémás volt kialakítani, de mindegy, rajta van, működik. A processzornál megcsináltam az NME kivezetést, ugye itt van egy picike kis tüske, ki van hajtva az a lába, a 17-es lába az integrált áramkörnek, és gyakorlatilag majd oda fog menni a NMI gomb. Van itt ugye egy tápcsatlakozó, amin már rajta van egy 3 amperes dióda záró irányba bökötve. Hát igazából ez ugye, ha fordított tápot teszünk be, akkor megülteti a tápot, ugye 3 amperes dióda, hát reméljük, hogy nem valaki nem 5 amperes, vagy ki tudja mekkora táppal akarja majd, egy ilyen 1 amperes táppal, ami van hozzá dugasztápok, vagy akár egy spektrumtáp, vagy valami, ezeket simán megülteti ez a 3 amperes dióda. Ugye ez megy itt igazából rá. Most ugye ezen a gépen van még egy power LED, ugye ezt kellene még kitalálnom, hogy ezt hová teszem a gépen.
mert ugye ennek még nem csináltam csatlakozót, illetve visszajelzőt. Szerintem valahol itt a kapcsoló környékén itt lesz felül egy power LED, amit még be kell raknom. Ugye itt van egy pár vezeték, és gyakorlatilag össze kell csak szerelnem. Úgyhogy most ez fog következni, összeszerelem, ezt egy pár forrasztást megcsinálom, összecsavarozom, és készre rakom magát a gépet. Annyi lesz, hogy nem fogom a fedelét teljesen fölcsavarozni, mert ugye ki kellene próbálnom itt magát ezt a hangerő beállító trimmert, ugye a kimentés betöltésnek, de most azon gondolkozok, hogy lehet, hogy ki kellene próbálnom ezt így most külön beállítani, hogy már az összeszereléskor ez ne legyen problémás. Úgyhogy lehet, hogy ezt is csináljuk most, úgyhogy beállítom ezt a trimmert kimentés betöltésre, ide rakok egy magnót, nagyjából beállítjuk ezt a jelszintet, és akkor legalább teszteljük is a gépet, hogy betölt meg, tudunk vele menteni, most már van billentyűzet, úgyhogy na, csináljuk is meg, előszerek egy magnót, összeállítom itt ezt, és akkor utána majd folytatom az összeszerelést. Nos, ugye ez a homlabnál megint beleütköztem egy problémába. Ezt nem tudom, hogy megint hogy a tervezési hiba, vagy mi a probléma. Nem tudok az Istennek se vele betölteni, legalábbis eddig nem tudtam vele betölteni. Akármit próbáltam, nem működik a betöltés. Ha mérek, a magán a van egy 74LS00 IC, és ennek a 3-as lába kapu kimenetén, ha mérek jelet, akkor egy nagy mértékű zaj van rajta. És több mint valószínűleg ez okozza egyébként a problémát, de mutatom, hogy mi egyébként, mert most már megvan, hogy mi a gond. Nos, ugye direkt az LCD-re tettem, hogy hátra jobban lehet látni a képet, meg fogom nektek mutatni ezt a dolgot. Itt lesz a scope. Elindítok egy betöltést, jó? Load. Enter. Elindul a betöltés, és nem talál semmit, tehát várakozhatok. Ráközelítek a scope-ra, és mutatom a jelet. Ez a jel megy ki nekem az IC-ből, de lehet látni, hogy különböző hosszúságúak ugye a tüskék. Ugye, ha megnézem a bemeneti jelsorozatot, azzal nincsen semmi gond, Cosenéből jel rendben van, de ez a kimeneti jel egyszerűen látszik, hogy nem, valahogy nem az igazi. Ha leállítom a lejátszást, akkor viszont azt látjuk, hogy van itt egy elég sok probléma és elég sok jel rajta. Na most ugye a gond mi a következő vele? Ugye itt jön az a dolog, amikor nincsen rajta ugye elemi, nem tudom megszakítani például a folyamatot, tehát ugye ez egy ökörség volt, hogy nem tették rá az elemi jelet, mert ilyenkor kell kibe kapcsolgatni a gépet, mert egyszerűen nem is értem a logikát, hogy miért nem tették, miért csinálták ezt így, hogy nincs kivezetve, mert ez csak ennyi amúgy az eleminek. Kész, meg is van az elemi. Na nézzük, ugye nézzük meg, mi van most az IC-nek a kimenetén. Ugye ennek egy ilyen tiszta jelnek kéne lenni igazából. De ugye mi a probléma, hogyha ütöm a billentyűt, akkor látjátok, megjelenik egy jelsorozat. És ugye a gondot az okozza, hogy rajta van a billentyűzet. Mutatom nektek, hogy mi történik, ha leveszem a billentyűzetet betöltéskor. Szóval most a következő trükköt fogom csinálni. Mutatom nektek, azt mondom, hogy load, nyomok egy entert, lehúzom a billentyűzetet a gépről, és majd elindítom a betöltést. És figyeljétek, szépen tölt befelé. Egyszerűen az a baj, ha most ránézek a jelre, vagy a lábra, akkor a tüskéknek a hossza nem változik egyáltalán. Ha figyelitek, a tüskék hossza nem változik, folyamatosan egy azonos hosszúságok. Tehát egyszerűen az a probléma, hogy a billentyűzet bezavar magába a betöltésbe. Hogy pontosan még mi okozza ezt a problémát a billentyűzet felől, ezt még nem tudom, de most ki kell találnom, hogy mi okozza ezt a problémát. Hogy miért van ez, hogy a billentyűzet felől megy vissza egy folyamatosan, megy egy jel befelé, és
Tehát ez megint vagy valami tervezésiba, vagy egyszerűen nem próbálták össze a hardware rendesen, vagy nem tudom megmondani, vagy lehet, hogy nem jelentkezett, aki tervezte annál ez a hiba, de igazából már kipróbáltam más IC-kkel is, hogy hát ha az IC-kkel van probléma, de nem. Tehát ez nem az IC-knek a hibája. Kipróbáltam már más IC-kkel is, és nem az okozza. Most egy sima LS00 van benne, de próbáltam HCT00-val, sima 7400-val. Ugyanez a jelenség, tehát egyszerűen a billentyűzetet, ha leveszem, akkor teljesen rendben van. Tehát olyan, mintha valahogy visszadolgozna. Most a következőt fogom megpróbálni, mert ugye ezt tudni kell, hogy a billentyűzet Matrix 1-es lábára, most a kapcsolási rajzot megnézem, hogy D2-es bitre, vagy nem is tudom melyikre megy pontosan. Mindjárt megmondom nektek, így van, jól mondtam, a D2-es bitre megy tulajdonképpen a betöltés, ugye a soros impulzus sorozat. Na most ugye a következőt fogom megpróbálni, azt fogom megpróbálni, hogy a D2-es bitre menő lábat megpróbálom lediódázni a billentyűzet felől. És megnézem, hogy ha egy diódát oda beteszek, akkor fog jelentkezni ugyanez a probléma. Nem tudom megmondani, ez most csak egy próba lesz. Ha ez így nem lesz jó, akkor egyszerűen nem is tudom, hogy mit fogok tudni vele csinálni. Akkor elképzelhető, hogy valami más megoldást kell kitalálnom erre a történetre. Nos, és továbbra is ezzel a billentyűzet kérdéssel küzdöm. Mutatom nektek a szkópon, hogy mi a problematika. Ugye alapvetően most összecsatlakoztatom úgy a gépet, ahogy ennek lenni kell. Bekapcsolom a gépet. A gép elindul. Ugye az IC37-es IC-nek a 3-as lábára megy a D2-es vonal. Erre rárakok egy tapintó csúcsot, látjátok, hogy magas szint van rajta. Lenyomok egy billentyűt, akkor látjátok, hogy ugranak a jelek le. Alapvetően ez se jó, hogy miért így ugrik le a jel, mert ennek ilyennek kéne lenni. De hát oké, ugrik így a jel, de működik, tehát írja szépen a billentyűket. Ez szép és jó. De mi a probléma, amikor betöltök? Ugye nézzük meg, amikor azt mondom, hogy load, és nyomok egy entert. Akkor a D2-es vonalon egy ilyen jelsorozat megy el. Na most ebből ő nem fogja tudni kiszűrni, hogy mi a betöltés, vagy mi a nem betöltés. Most nem veszem le a tapintó csúcsot, csak lehúzom a billentyűzetet. Na, tehát ennek a vonalnak ilyennek kéne lenni. És ugye ennek így kéne kinézni ennek a vonalnak, és ugye így kellene ennek a bemenetnek kinézni alapvetően. Nos, következőt csináltam. A billentyűzet kábelt, itt megvágtam azt a D2-es eret, és beraktam egy diódát, ami tulajdonképpen leválasztja, elválasztja ugye a jelet. Nézzük meg, még nem próbáltam ugye a betöltést. Azt mondja, hogy load, nem veszem le a billentyűzetet, enter. És szépen megtalálta a programot, megnézzük, hogy betölt-e. Mondjuk ennek érdekes, ennek a HTTP file-nak a vége, mert nem tudom, hogy miért, de nem mindig áll meg a végén. Néha megáll, néha nem, valamiért, mint hogyha ez a file vége jel nem lenne tökéletes. Nem tudom pontosan, hogy miért van ez. A videó jelszintet ezzel el lehet játszani, majd azt a tulajdonos, hogyha akarja, magának állítgatja egy picit. Nem fogom túl nagyra állítani, megpróbálok majd egy-két készüléken megnézni, hogy jó legyen pont a kép, mert például a zajba eléggé érzékeny volt rá, de majd mindjárt meglátjuk, hogy jó lesz. No, oké, tehát sikerült, és akkor nézzük meg. Run, és akkor szépen, és ugye szóköz, és működik, tehát ugye működik a szóköz. Ennek a képnek lehetne egy picit nagyobb jelszintet adni, csak például érdekes, hogy ezen a és ott működik.
és elkészült ez a homlap gép is. Nézzük meg, hogy milyen lett. Ugye így néz ki a gép, került rá ide egy címke, nem írtam rá semmit más, csak annyit, hogy homlab. Ugye egészen pofás lett, ezt hiszem a billentyűzet, itt van rajta ugye a távfeszültségjelző LED. A hátulja, az ugye így néz ki, most már feliratozva, tápkapcsoló, reset gomb, tápajzat, itt pedig feliratoztam ugye a karakter ROM kiválasztó, videó kimenet, save és load. Ugye ennyi van rajta, és én azt hiszem, hogy egész pofás lett ugye itt az alja is, úgyhogy egy jó pofás kis gép. Súlyra egy ilyen 30-40 deka lehet igazából, tehát max. Egy fél kiló, tehát annyira nem súlyos, de én azt gondolom, hogy egészen jól néz ki, és egészen jó mutat maga ez a gép. És akkor ne is beszéljünk tovább, azért még egy végső próbát csináljunk ezzel a géppel. Most erre a kis CRT-re csatlakoztattam rá, de majd átrakom az LCD-re, mert a tapasztalatom azt szokta mutatni, hogy így a videóban mindig nagyon világos a kép a CRT-n, de hát kapcsoljuk be. Gyönyörűen elindul, szépen működik a gép. Ugye karakter fölbontást ugye nem tudok váltani, tehát ugye ez mindig 64 karakteres üzemmódban működik, és próbáljunk meg betölteni valamilyen programot. Azt mondom, hogy open file, és hát én azt gondolom, hogy most megpróbálok valami olyat, ami még eddig nem volt. Ugye mindig a Galaxy Invasion-nel próbálkozunk. Most direkt egy valami mást fogok nézni. Nézzünk egy olyat, hogy Pac-Man. Ezt még sosem töltöttem be. Nézzünk egy ilyet, hogy Pac-Man. Meglátjuk, hogy működni fog-e. Load. Ugye elindítjuk a betöltést. Pac-Man kötőjel V1. Ugye ez is Solt Imrének a szerzeménye. Z80 téppel töltöm be, és meglátjuk. Hát ugye ez eltart egy darabig, amíg ez betöltődik. Pár szót így összegzésképpen erről a gépről. Hát azt kell, hogy mondjam, hogy ugye a videó elején elhangzottak a úgymond a kritikáim ezzel kapcsolatban, amik végül is én azt gondolom, hogy építő jelleggel fogják fel az alaplap készítői, mivel én azt gondolom, hogy ezeket, amiket megfogalmaztam, ezek valós problémák tulajdonképpen. Ez nem jelenti azt természetesen, az én saját tervezésű gépeimnél számos, higgyétek el, nagyon-nagyon sok probléma van, utólag rengeteget módosítok rajta, rengeteget alakítok rajta, mert ugye nyilvánvalóan az első tervezéskor ez nem feltétlenül biztos, hogy minden úgy sikerül, ahogy ezt az ember eltervezte az elején. Ettől függetlenül ugye az alaplapot össze lehetett építeni. Igazából a működésbeli probléma egy dolog volt, ami az alaplapon ugye az eltervezés volt, ez a szinkronjel probléma. Aztán ugye jött egy másik olyan gond, ami miatt a betöltés egyszerűen nem működött, és nem lehetett betölteni. Utána néztem a Facebook csoportban, hogy ugye másnál is jelentkezett ez a probléma, de nem találtam erre való bejegyzést, úgyhogy nem tudom, hogy ez másnál okozott-e gondot, ennél a gépnél igen. És ugye erre ez volt a megoldás, hogy a D2-es vonalat, ami a billentyűzetről jön, egy diódán keresztül kellett bekötni, és így megszűnt az a zavar, ami a billentyűzetről jön. Azt is elképzelhetőnek tartom, hogy akik megépítették a gépet, azok nem hal-szenzoros nyomógombokat használtak, hanem sima zárókontaktusúakat, és ott nem jelentkezett ez a jellegű probléma. Viszont ezzel a halos billentyűzetnél bizony-bizony ez egy gond, úgyhogy itt legalább ennyit hozzá tudok akkor ehhez tenni, hogy ezt tudja mindenki, hogy oda kell egy ilyen dióda, hogyha másnál is természetesen előfordul ez a betöltési anomália. A kimentéssel semmi gond nincs, az teljesen jól működik, egyébként a gép ettől függetlenül teljesen rendben van. Ezt az NMI megoldást is meg lehetett csinálni, processzornak kihajtottam a 17-es lábát, kapott egy felhúzó ellenállást, egy 3,3K-s felhúzó ellenállást a VCC-re, és rá van kötve a GND és a láb közé egy nyomógomb, ez az NMI nyomógomb. Ez viszont erre én azt gondolom, hogy erre azért szükség van a gépnek a használata során. A rendes hidegreszet az nem feltétlenül, anélkül meg lehet lenni, mert az ritkábban kell. Ugye másik dolog, hogyha a new parancsot kiadjuk, akkor tulajdonképpen ez egyenértékű egy hideg reszettel, tehát teljesen újraindítja a gépet, vagy hát ugye tápkapcsolóval ki lehet ugye kapcsolni.
Amit plusz tettem bele, azt mindenféleképpen tettem egy 3 amperes záróirányú diódát a tápcsatlakozóra. Ez azt jelenti, hogy ha fordított polaritású tápot csatlakoztatunk rá, akkor ez megvédi magát a gépet. Attól sajnos nem véri meg, hogyha nagyobb tápfeszültségű tápegységet kötünk rá. Ugye erre a gépre stabil 5 voltos táp kell, mivel nincs semmilyen belső más egyéb tápáramkör, ami ezt átalakítaná. Hogy ez mennyire szerencsés, mennyire nem szerencsés, ez más gépnél is előfordul, ez nézőpont kérdése. Természetesen meg lehetne csinálni úgy is nyilvánvalóan, hogy univerzálisan működjön mindenféle tápegységgel, de mint mondtam, ez tulajdonképpen elfogadható kompromisszum. És hát körülbelül ennyi lassacskán betöltődik a maga a program. És körülbelül ennyi, hát a burkolat terv, kinek tetszik, kinek nem tetszik, ez az igazság, ilyenre sikerült. Van egy ilyen kicsit ilyen komodoros beütése ennek a formának, de higgyétek el, ez nem szándékos, ez tényleg egy véletlen volt. Ugye ez azért alakult így, megmondom nektek, mert ugye itt az elején is van egy letörés meg itt hátul. Ez utólag került rá, mert nagyon szögletes volt, olyan csúnyáska szögletes volt a burkolat. És akkor jött egy ilyen, törjük már le ezt így 45 fokba, és hát ez lett belőle. Persze lehet, de hogyha hívesre csináltam volna, akkor egy az egyben olyan lenne a gépház, mint a Bradbin-es C64-eké, vagy C16-é, vagy VIC-20-é, stb. De, mint mondtam, nem ez volt a cél. A billentyűzet egyébként nagyon jól működik, azzal egyébként további probléma nincs. Annyi, hogy a tápfeszültségled ugye nem az alaplapra kellett rákötve a várazon, van egy kivezetés, hanem a billentyűzet panelről, de ez szerintem már csak egy ilyen részletkérdés. És elvileg be is töltött. Ugye ezt a Call 5000-es parancsal lehet elindítani ezt a programot. Szerintem én átdugom a másik monitorra, mert lehet, hogy jobban lehet lesz látni ezt a dolgot. És ugye ez a Call 5000-es parancsal indul el ez a játék. Call. Pac-Man. Tovább bármi. Nos. Ugye most ez egy nagyon jó példa, mert ugye látjuk, hogy a karakterkészlet nagyon-nagyon nem jó. Ugye ilyenkor a hátsó karakterkészletváltó kapcsolóval lehet választani karakterkészletet. Ez nem az. Ez sem az. És így van. Ez az a kombináció, ahol a Pac-Man-nek jó a karakterkészlete. És akkor gyakorlatilag lehet játszani. Nem tudom, mivel indul el. Aha, ezzel a nyilakkal indul el. Hát itt most úgy látom, hogy a szörnyecskék nem indulnak. És ennyi lenne ezzel a homlap géppel. Ez a karakter romválasztó kapcsoló egyébként nem rossz dolog. Ez nekem nincsen rajta az RM32-n, ha már ott is megvan a lehetőség, hogy nagyobb romot tegyünk a magába a gépbe. Tehát ott is meg lehetne ezt egyébként oldani, mert ha jól tudom, egyébként két karakterkészlet körül lehet választani, tehát van rajta két karakterkészlet alapvető gyárilag, de ezt lehetne egyébként, tehát rá lehetne tenni még egy kapcsolót, és akkor meg lehetne oldani, hogy négy karakterkészlet közül lehessen választani. Egyébként ebben a gépben is négy karakterkészlet van, én úgy vettem észre. De megvan a lehetőség, ugye mivel négy kapcsoló áll, ezért 16 féle variációba lehet, tehát 16 féle karakterromot lehetne belerakni ebbe a számítógépbe. Nos, ez a videó ennyi volt. Szerintem ezt én megpróbálom egy részbe bele zsúfolni, még hogyha egy hosszabb rész is lesz belőle. Úgyhogy megköszönöm a figyelmet. Nem vagy feliratkozva, iratkozzál fel a csatornámra. Jövök rövidesen valamilyen más videóval. Valószínűleg fogom folytatni rövidesen a Homlap 2-es szériát is. Úgyhogy de addig is elköszönök tőletek. Sziasztok!